Az elmúlt hétvégén július 1-ével vezette be a gazdasági versenyhivatal az árfigyelő, online árfigyelő rendszert, amely, mint látjuk itt a kis grafikánkon, különböző árkategóriákban, vagy különböző kategóriákban veti össze az árakat. 60 termék kategóriában napi árat, korábbi árat, törzsvásárlói árat, illetve dobozdara vagy csomagárat vethetünk össze, különféle nagy hipermarket láncok árait figyelve, ami sok-sok termékre, élelmiszer kategóriákra terjed ki leginkább, és olyannyira népszerű ez a szolgáltatás, hogy már az első hétvégén 200 ezer egyedi látogatója volt két nap alatt, ami nem semmi. Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm! Nagyjából erre számítottak? Nem lepte meg esetleg akár ez a nagy szám, hogy még talán nagyobb is volt a várakozásoknál az érdeklődés? Nagyon örülünk ennek az érdeklődésnek. Az látszik, hogy a magyar emberek, a magyar vásárlók szeretik az árfigyelőt. Valóban az első két nap közel 200 ezer egyedi látogató ment föl az árfigyelő.gvh.hu oldalra. Ezen a honlapon található meg ez a rendszer. A felhasználók több mint 12 millió interakciót, letöltést hajtottak végre, és több mint 50 ezerszer kerestek rá egy-egy konkrét termékre. Egyébként a legtöbbször keresett termékek az a saj, tej, tojás, csirkemell voltak, tehát ezeket keresik a felhasználók. És az árfigyelőben ugye 6 kereskedelmi lánc, mint egy 1200 boltjában, összesen 62 termék kategóriában kereshetnek a fogyasztók, és megnézhetik, hogy az adott élelmiszer kategóriában hol találják a legalacsonyabb áru, legolcsóbb élelmiszereket. No, egyébként érdekes, de bár nem meglepő számomra, hogy éppen a tejtermékek kategória a legnépszerűbb, hiszen ott volt a legnagyobb drágulás tavaly, de idén tavasszal már elindult valóban egyfajta normalizálódási folyamat. Mennyire tekintik ezt az online árfigyelő rendszer bevezetésének az eredményének azt, hogy valóban megindultak az árak, egy picit visszarendeződtek ezekben a kategóriában, különösen amit említett, vagy mennyire hát a piac telítődésének, vagy a vásárlók türelmének, pénzének fogytán természetes folyamat volt, hogy ugye 10-15%-a csökkent, ha értékében nem is, de mennyiségében az élelmiszerfogyasztás. Ugye ezek a hatások nyilván összeadódnak, de a gazdasági versenyhivatal is felismerte ezeket a problémákat, ezért is folytattak a szakértő kollégáim egy célzott vizsgálatot kifejezetten a tejpiacon, tehát a tejek piacán, és itt tettek olyan javaslatokat, amelyek hozzájárulhatnak az árak csökkentéséhez, és valahol azt látjuk, hogy elkezdődött az árak mérséklődése. Az árfigyelőnek egyébként alapvetően kettős szerepe, hatása van. A fogyasztók számára ugye biztosítja az árak összehasonlíthatóságát, az árak átláthatóságát, ezáltal a fogyasztók pénzt és időt spórolhatnak meg, ami nagyon fontos, illetve tudatosabb vásárlókká válhatnak, hiszen egy helyen át tudják tekinteni a legnagyobb kereskedelmi láncoknak a kínálatát, az árait. De a kereskedők is reagálnak az árfigyelőre. Már a nulladik napon kifejtette az árfigyelő a hatását, hiszen még el sem indult, az egyik nagy kereskedelmi lánc egy akciót hangolt össze gyakorlatilag az árfigyelő indulásával, és mintegy 100 termékének az árát célzottan szombat reggeltől csökkentette. És voltak olyan kereskedők, akik a második napon csökkentettek árat, például a tojás esetében, vagy a sertéshús esetében is látszott ilyen tendencia, hogy szombaton még az egyik áruházláncnak volt a legalacsonyabb ára az adott kategóriában, és másnapra a versenytársa gyakorlatilag reagált erre a helyzetre, és hozzáigazította, hozzácsökkentette az árát. Mindez azt mutatja, hogy az árfigyelő nem csak a fogyasztóknak jó, nem csak a fogyasztóknak spórol időt és pénzt, hanem a kereskedők is reagálnak erre, ezáltal az árfigyelő rendszer fokozza a piaci versenyt, csökkenti az árakat, és ezáltal hozzájárul az infláció csökkentéséhez. Hát ez lenne a kapitalizmus, a szabad piaci verseny lényege, tulajdonképpen egymásra reagálva, egymás áraira reagálva, remélhetőleg a versenyhelyzetben a fogyasztó számára is reális árakat kapunk majd. Nem tartja viszont ebben az összefüggésben, hogyha ez így van, feleslegesnek, vagy túlzónak, vagy a piaci folyamatokban való nem feltétlenül egészséges beavatkozásának a kormány részéről ezt a 10-15%-ra emelt kötelező akciózást a multiláncokra vonatkozóan, akik láthatóan amúgy is ettől függetlenül és bizonyos kategóriák nagyobb mértékű árengedményeket is tesznek. Nyilván az áruházláncok reagálnak a piaci folyamatokra, ugye az előző beszélgetésben is volt szó a fogyasztás bizonyos mértékű visszaeséséről, és ez önmagában is nyilván generálja a rendszert. Ezek a folyamatok alapvetően összeadódnak. Az a cél, hogy nyilván csökkenjenek az árak a boltokban, a fogyasztókra minél kisebb nyomás nehezedjen az áremelkedések miatt, és azt látjuk egyébként, hogy ezek a tendenciák azért most már a negyedik, ötödik hónapja egy lefelé ívelő
folyamatot mutatnak, az infláció egészében és az élelmiszerinflációban is, és mi azt gondoljuk, hogy az árfigyelő hatása már a következő havi inflációs adatokban is erőteljesen meg fog jelenni, és ezáltal, hogy fokozza a versenyt, csökkenti az árakat, mérsékli az inflációt, ezáltal elérhető lesz valóban az a cél, hogy egy szemügyre csökkenjen az infláció évvégére. Egyébként ezt a bizonyos kötelező 15%-os akciózást, ezt önök kontrollálják, ez a hivatal feladata, hogy figyelik ennek a betartását? Nem, a gazdasági versenyhivatal nem végez ilyen ellenőrzéseket, ugye a fogyasztóvédelmi hatóság végez ilyen ellenőrzéseket. Az árfigyelő esetében is, hogyha a fogyasztók a boltban magasabb árat tapasztalnak, mint amit az árfigyelő rendszerben, tehát az árfigyelő.gvh.hu oldalon látnak, akkor a területileg illetékes kormányhivatalhoz, a fogyasztóvédelmi hatósághoz tehetnek bejelentést. Tehát van ellenőrzés, valóban a fogyasztóvédelem. Nyilván az első néhány hét indulását követően célzott témaellenőrzéseket fog végrehajtani, pontosan azért, hogy ezek az intézkedések valóban betöltsék a hatásukat, és a fogyasztóknak egy jobb helyzetet teremtsenek azáltal, hogy csökkentik az árakat. Másrészt persze főleg a magyarországi termelők részéről felvetődött olyan probléma, hogy hát ez a fajta akciózás, ez abba a árversenybe hajszolja a nagy multi értékesítő láncokat, hogy hát minél olcsóbb terméket vegyenek, és ez nem feltétlenül mindig Magyarországon találják meg. Tehát ilyen dömpingszerűen, hát minőségileg nem feltétlenül a hazaival versenyképes, de árban mindenképpen olcsóbb külföldi termékek árasztják majd el a boltok polcait. Nem kell ettől tartani, nem okoz ez érdeksérelmet a hazai termelőknek. Mi is megvizsgáltuk egyrészt a fogyasztói szokásokat, hogy a fogyasztóknak is átalakulnak a vásárlási szokásaik, ugye a termelőknek, a beszállítóknak, az értéklánc különböző szereplőinek is nyilván reagálniuk kell erre az új helyzetre. A versenyhivatal ezért is folytatott célzott vizsgálatokat a tejpiacon, vagy a tartós élelmiszerek piacán, és ott kifejezetten tettünk olyan javaslatokat, amelyek a magyar termelők érdekeit szolgálják, hogyan tudnak a magyar termelők még rugalmasabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, azért, hogy versenyképesek legyenek a piaci folyamatok közepette. Hát bízunk benne, hogy egészséges irányba indul majd a hazai termelés és értékesítése tekintetben. Horváth Bálint, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen az érdeklődést, és mindenkit arra bíztatok, hogy próbálja ki az árfigyelőt. Köszönjük. Köszönjük.